Műsorral köszöntötték a 2018-19-es tanévet és a leendő elsősöket a Csányszentendrei iskola 8-osai. Az intézményben 813 diák kezdte meg idén a tanévet, és a 4 elsős osztályban közel 100 újdonsült iskolás ülhetett be a padokba. A legkisebbek izgatottan tekintettek az iskolás évek elé, többeknek pedig már elképzelésük is van arról, hogy mit fognak csinálni az első tanévben. Játszani, rajzolni, barátokat szerezni. Azért várom nagyon, mert ott lesz sok barátom, és sokat tanulunk, és ilyeneket. Dósa Zsolt, az intézmény igazgatója tanévnyitó beszédében köszöntötte az elsősöket és szólt a 8-osokhoz is. Kiemelte, az általános iskola utolsó éve fontos mérföldkő a diákok tanulmányaiban. Elhangzott, az iskola mindent megtesz azért, hogy a tanulók a legkorszerűbb tudást birtokosai lehessenek. A kollégák jó szakmaisággal és példamutatással fognak előjárni a tanulóink előtt. Minden osztályban, minden korosztályban a megfelelő tudást próbálják átadni. Nagyon fontos a magyar és a matematika oktatásának kompetencia alapú oktatás, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk, valamint az idegen nyelvek prioritást élveznek. A Csányszentendreiben a hagyományoknak megfelelően egy-egy légömbbel ajándékozták meg az elsősöket a tanítónénik. Sárga sejemben várnak a szép, hervatag ormok. Tóth Árpád versével nyitották meg a tanévet hétfőn reggel a VSK-ban. Az intézményben 421 diák ül iskolapadba ebben a tanévben, közülük közel 100-an 9. évfolyamosok. Az újdonsült középiskolások számára az egykori VSK-s diákok véleménye is meghatározó volt az iskola választásnál. Vannak felnőtt ismerőseink, akik ugyanerre a szakra jelentkeztek, és ők ajánlották be ezt az fajta képzést ebbe az iskolában, és hát a nyílt napok tetszettek, úgyhogy igazából adtam neki egy esélyt. Fisli István az iskola igazgatója elmondta, az iskola egyesíti magában a hagyományokat és az élő közösséget. Felhívta a figyelmet arra, a valódi siker záloga a megfelelő idő és energia ráfordítás. Az intézmény oktatói mindent megtesznek azért, hogy megalapozzák a diákok későbbi karrierjét. Az idei tanévben is számos feladat vár a tanulókra és a tanárokra egyaránt. A szakképzés egy új minisztériumhoz került, úgyhogy hát bízunk benne, hogy tovább tud erősödni ez a terület. Van egy komoly uniós pályázat a szakképzés fejlesztése, lemorzsolódás csökkenése ügyében, amelyekben iskolánk is részt vesz, tehát ez nagy feladatokat fog jelenteni az idei évben, de alapvetően a korábbi tanévekben már megszokott események fognak az idejében is zajlani. A 2018-19-es tanévben a Keszthelyi Középiskolában 2066 diák kezdte meg a tanévet, közülük 497-en 9. évfolyamosok. Az általános iskolákban 1593 tanuló ült iskolapadba, közülük 189-en elsősök.